Nem tudom, hogy feltűnt a másnak is, de rengetegszer van szó az írásban a teremtő, illetve a Husach másiák könyveiről. És azt szeretném megnézni ebben a videóban, illetve esetleg ebben a két videóban, hogy attól függően, hogy milyen hosszúra, hosszúra nyúlik, hogy milyen könyvekről is van szó. És hogy megtudhatunk-e valamit az üdvösségről, a királyságról, illetve a Teremtőről, akkor, hogyha ezt a kérdést boncolgatjuk, illetve megtudunk többet ezekről a könyvekről. Azt gondolom feltűnt mindenkinek, hogy a Teremtő igen szigorúan veszi az ő szövetségeit. Persze, a legtöbbünk ezt nem hajlandó elfogadni egyelőre, azonban ez nem változtat tényen hogyha egyszerű kötött egy szövetséget, az a szövetség örök érvényű marad, hiszen az ő szava örök, illetve ő nem változik, úgyhogy ezt érdemes mindenkinek szem előtt tartania. Ez kiderül Ézsaiás 55. Tízes versből, mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé gyümölcsözővé teszi azt, és magot áld a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, így lesz az én beszédem, mely számból kimegy, és nem tér hozzám vissza üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés az ott, ahová küldöttem, mint az eső, ami életet ad. Ugye ez Ézsaiás 50, tehát az ő szava az nem tér hozzá vissza üresen, illetve aki érdekel Malakiás 3-6, ahol azt írja, hogy ő, hua, nem változik. Sem ott második Mózes 24-es fejezetben olvashatunk a az egyik könyvről, ami a szövetség könyve. Nézzük meg, hogy mi az, amit erről megtudunk. És mond a Mózesnek, Móseinak, jöjj fel Huához te, Áron, Nádáb és Abihu, és az Izrael vénei közül hetvenen, és hajtsátok meg magatokat távolról. És csak Mosé Mózes, Mózes közeledjék a huához, amazok pedig ne közeledjenek, és a nép se jöjjön fel vele. Elméne ezért Mózes elbeszéli a népnek ja, hua minden beszédét, minden rendelését. Tehát ez az az időszak, amikor Mózes elhozza az embereknek a mindenható szavát, a parancsolatokat az, hogy mik a feltételei a szövetségbe való belépésnek. Az egész nép pedig egyező szóval felel mondva mindazokat a dolgokat, amelyeket parancsolt ja, parancsolat megcselekesszük. Úgyhogy, a teremtő szövetségébe való belépés feltétele az, hogy mindazokat a dolgokat, amelyeket Jehua parancsolt, megcselekesszük. Mosé pedig felírálja Huának minden beszédét, fel a reggel, és oltárt építe a hegy alatt, és 12 oszlopot Izrael 12 nemzetsége szerint. Elküldi Izrael fiainak ifjait, és áldozának égő áldozatokat, hála áldozatokul túlkakat ölének Jehuának. Mózes pedig vevé a vérnek felét, az áldozati vér felé tölti medencékbe, a vérnek másik felét pedig az oltárra hinté. Ezután vevé a Szövetség könyvét, és elolvasá a nép hallatára. Még egyszer felolvassa nekik, azok pedig mondának mindent megteszünk, amit a Huha parancsolt, és engedelmeskedünk. Ezután Mózes Mosé pedig vevé a vért, ráhinté a népre, és mondta, ímé a Szövetségnek vére, melyet a Huha kötött, ti veletek. Mindem a beszédek szerint. A vér az, ami a szövetséget szentesíti, és mivel ez a nép szövetséget kötött ki Huával, ezért ez a szövetség örökké áll, ezért ők az a nép örökké. Nem változik meg se a nép, se a szövetség. Mindazok, akik be akarnak lépni a szövetségbe, mostantól a megváltó vérével fogják ezt a szövetséget szentesíteni. De ez igazából most ebből a szempontból nem fontos, hiszen a szövetség könyvéről van szó, az az, amit felolvasott neki, és a nép újra beleegyezett abba, hogy mindent megtesz, és csak ez után kötötték meg a szövetséget a vér által. Gondolom az mindenki számára egyértelmű, hogy, hogy amennyiben a szövetség akkor egy könyvbe íródott, a szövetségnek a szabályrendszere, a TARA, az instrukciók, és most arról beszél, hogy az emberek szívére írja, akkor nyilván nem két különböző feltételt szabott meg, hanem ugyanaz a kettő, ahogyan azt a megváltó megerősítette. Úgyhogy teljesen mindegy, hogy kőtáblára van írva, vagy az ember szívére, az instrukciók ugyanazok. 5 Mózes 28-ban szintén olvashatunk ugyanerről a könyvről. És az 58-as versben így ír, hogy ha meg nem tartod, nem teljesíted egy törvény minden igéjét, amelyek meg vannak írva e könyvben, hogy féljed egy dicsőséges és rettenetes nevet, jahuáit, a te hatalmasságodét csodálatosakká csodává, teszi jahuá a te csapásaidat és a te magadnak csapásait nagy és maradandó csapásokká, gonosz és maradandó betegségekké. És Reád fordítja egyiptomnak minden nyavajáját, amelyektől írtóztávala, és hozzá ragadnak azok. Mindazt a betegséget, mindazt a csapást, amelyek nincsenek megírva egy törvénynek a könyvében, Reád rakja a Jakua, míg nem kipusztulsz. Úgyhogy, mint mindig, a törvény tartásának megvannak a következményei, és a teremtő bizonyítja ezúton is, hogy ő ezt komolyan gondolja, és ez mindig így lesz. Mindaddig, amíg az ember a szövetséghez akar tartozni, a könyv instrukcióit be kell tartania. Természetesen a csapások azok csak a népre vonatkoznak, azonban bárki, aki részese akar ennek lenni, ugyanazok a feltételek vonatkoznak rá is. Hogyan is vonatkozhat a két különböző feltétel e, sor ugyanabban a szövetségben két külön népre? Nincsen semmi értelme. Még annyit hozzátennék, hogy az első vers így, így kezdődik ez a, fe, ez a fejezet. Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz, Huának, a te hatalmasságodnak szavára, és megtartod és teljesíted minden ő parancsolatát, amelyeket én parancsolok ma néked, akkor a Földnek minden népévé feljebb valónál, Vál, tesz téged, a ja, hua, a te hatalmasságot. És rád szállanak mindez áldások, és megteljesednek rajtad, hallgatsz, a ja, huának, te hatalmasságunknak szavára. Szóval amennyiben az ember hallgat rá, akkor a teremtő vele van, és segít, amennyiben nem, akkor elfordul tőle. Akik kételkednek abban, hogy mindenkire egy rendszer vonatkozik, azok erről már volt szó, számtalanszor azonban még egyszer gyorsan. Sem ott második mozes 12-es fejezet, egy törvénye legyen az ott születetnek és a jövevénynek, akik közöttetek tartózkodik. 3 Mózes vagyikre 24. Egy törvény legyen nálatok, a jövevény olyan legyen, mint a benszölt, mert én vagyok, ja a ti hatalmasságotok. Még egy utoljára 4 Mózes, a Midbar 15-ös fejezet. Egy törvényetek legyen, és egy szabályotok néktek és a jövevénynek, amely közöttetek lakik. Úgyhogy a szövetség mindenkire vonatkozik, aki ebben a szövetségben részt akar venni, az kénytelen e szerint a Tora, ezek szerint az instrukciók szerint élni. 5 Mózes Devarim 29-es fejezet, ne legyen közöttetek, aki pár hallja a szövetség megtörésével járó átkokat. Tehát az átok a szövetség megtörésével jár, nem maga a szövetség, és a parancsolatok az átok ezt az új szövetségi embereknek mondom. Azzal átadja és bátorítja magát, igaz, hogy a saját fejem után járok, azt csinálom, amit akarok, azokat a törvényeket követem, amelyeket én jónak látok, és makacs szívem gondolatait követem, mégis békességben és nyugalomban élek, engem nem ér el az átok. Arra figyelmeztet, hogy ne járjon a saját fej után, és ne kövesse a saját szívét. Ugyanis, ha ezt teszi, akkor így folytatja, hogy bizony az ilyen ember miatt sokan elpusztulnak jók és gonoszok egyaránt. Ugye Hua örökkévaló nem fog az ilyennek megbocsátani, és izzó haragjában rászabadítja mindazokat az átkokat, amelyeket e törvénykönyvben, a szövetség könyvében megtalálhatok. Az ilyen embernek, a Hua, az örökkévaló még az emlékét is eltörli az ég alól. Így olvasva ezt, én nem tudom, hogy és azt, amit a megváltó mondott, és ahogyan a megváltó élt, ezek után, ha valaki azt a Saul vagy Pál írásait akarja követni, akkor, akkor lelke rajta tulajdonképpen. Szerintem a teremtő egyértelművé teszi azt, mi az, amit ő akar. Mindazt, aki követi, az szereti, és védelmezés azzal a szövetséget köt. A megváltó ezért jött, hogy ezt a szövetséget áttegye az állatáldozatról, egy spirituális útra, amikor az ember elfogadja az ő áldozatát, és szem előtt tartja azt, hogy valaki meghalt az ő bűneiért. És nem áldozni kell újra és újra állatokat. Ennyi változott meg. Semmi több. A Szövetség könyve ugyanez, és mindig is ugyanez lesz. Nem véletlenül mondja azt, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a Földön is, hiszen a mennyben ugyanezek a törvények uralkodnak, és ugyanez a rendszer, hiszen onnan tette át a Földre. Ezért nem akarja az ellenség követni, hiszen ő ott sem akarta így az emberiséget is arra e, bújtogatja, hogy itt sem köves, hogy ők se kövessék és csatlakozzanak hozzá a lázadás. 5 Mózes 29-ben ad egy példát erre, és elmentek, és szolgáltak idegen hatalmaságoknak, és imádták azokat olyan hatalmaságokat, akiket nem ismertek volt, és nem adott nékik hua. És felgerjedt, a hua haragja e föld ellen, hogy ráhozza mindazt az átkot, amiről beszél 5 Mózes 28-ban, aki térdekel, olvassa végig az egész fejezetet, felsorolja az átkot, amely megvan írva e könyvben. A szövetség könyvében. Ez Deberim 5 Mózes 31-es fejezet 23-as versről így szó. Azután parancsolja a józsué nunfiának Nun fiának, és mondta, légy erős és bátor, mert te viszed be Izrael fiait arra a földre, ugye Mózes nem jutott be a, a földre, amely felől megesküdtem nékik, és én veled leszek, ugye ez a teremtő beszél. Mikor pedig teljesen és mindvégig beírta Mózes e törvény igéit a könyvben, tehát Mózes írta folyamatosan azokat a törvényeket, amiket a parancsolt neki. Parancsol a Mósem Mózes a lévitáknak, akik hordozzák valahogy a HUA szövetségének ládáját, ugye a vidláda, úgymond a szövetség ládája. Vegyétek egy törvénykönyvet, a törvénykönyvét, a szövetségkönyvét, tegyétek ezt a a ti hatalmasságotoknak szövetségládája oldalához, tehát a, szövetség, a, törvénykönyve a szövetség része, és legyen ott ellened bizonyságul, mert én ismerem a te pártos voltadat és kemény nyakadat. Ímé most is, holott még köztetek élek pártot, üzetetek Jakó ellen, mennyivel inkább halálom után tehát a szövetség ládájába tette a törvénykönyvet, hogy ott legyen bizonságú mindenki ellen, aki bűnt cselekszik, hogy ők erre megesküdtek, hogy ők részesei ennek a szövetségnek, és követik a törvénykönyvet. Ha bűnt követ el valaki, kinyitja a törvénykönyvet, és az mutatja meg neki, hogy bűnt követett el. Ugyanúgy, ahogy a megváltó ezt mondta, mikor eljött és tanította a tanítványait. János hukanon 12-es fejezetben beszél erről, és ha valaki hallja az én beszédemet, és nem hisz, én nem kárhoztatom azt, ugye ez a szó, a megtestesítő szó, a megváltója, a másik, mert nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartsam. Azért jött, hogy megmutassa az embereknek az utat, hiszen mindenki eltéve. Ezért mondja, hogy nem kárhoztatni jött. Nem azért, hogy mostantól mindent lehet, arra a, meg akartam menteni, azzal, hogy példát mutat és elmondja, hogy mi az, amit nekünk és hogyan kellene élnünk. Azonban a 48-as versben ezt mondja: aki engem megvet, és nem veszi be a beszédeimet, nem teljesíti, aki nem teljesíti azokat, amiket ő mondott, van annak, aki őt kárhoztassa. A beszéd, melyet szólottam, az kárhoztatja azt az utolsó napot. Úgyhogy aki tudja, hogy ő törvényesen élt, és ő törvény tanította, az látja azt, hogy ugyanazt mondja a megváltó, amit itt a teremtő mondott. Hogy ott legyen ellened bizonyságok. Mindaddig, amíg azon az úton jársz, addig te vagy a leghatalmasabb nép a Földön. Azonban, amikor nem, akkor ott lesz ellened bizonyságú. A, a, törvénykönyv, a szó, ami megtestesülve eljött, és nem azért, hogy károsztassa a világot, hiszen majd az utolsó napon fogja a beszéd az a szó, ugyanaz a könyv, ami akkor a szövetségládájában volt, ugyanaz a törvénykönyv, ugyanaz a szó fogja a világot kárhoztatni, hiszen az alapján lesz megítélve, az fogja megvilágítani a világnak az ő bűneit, és azt, hogy nem jó úton jár. Ugyanez a helyzet Józsué, husa 1 egyes fejezetben, csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz mindent, ama törvény szerint cselekedjél, amelyet Mosé Mózes az én szolgám szabott előttbe attól se jobbra, se barra ne hajolj, hogy jó szerencsés lehess mindenben, amiben jársz. Nem ugyan erre figyelmeztetett a megváltó, hogy ő az út, ő a kapu, amint keresztül eljuthatunk az atyához, ugyanezt mondja itt is, hogy se jobbra, se barra, hanem a keskeny úton haladjon a teremtő felé mindenki. Azt pedig, a törvény szerint való élet. El ne egy törvénynek könyve a te szátó, hanem gondolkodjál arról éjjel-nappal, vigyázz, hogy mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel szerencsés a te utaidon, és akkor boldogulsz. El ne a törvény a te szától, és se jobbra, se balra ne hajolj el tőle, azért, mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Ez Máté Mati hetes. És így fejezi be, avagy nem parancsoltam én meg néked, légy bátor és erős, ne félj, ne retteg, mert veled lesz a ja, huha te hatalmasságod mindenben, amiben jársz. Ugyanerről beszél jelenések 21-ben a gyáváknak, hitetleneknek, és a többi, és a többi. Azoknak része, a tűzzel, kénkövel égő tóban lesz, mint második halál. Az, aki fél, retteg, az nem kerülhet be a Mindenható Királyságába. Ugyanerről beszél itt is, hogy ne fény, ne retteg, mert veled lesz a hua. Tehát a hit az, ami bátorságot ad az emberek. Ne félj, ne retteg, mert veled lesz a hua. Mindenben, amiben jársz, és itt arról van szó, hogy gyáváknak és hitetleneknek, azoknak része a tűzzel, kénkövel égő tó a második halál hiszen azok nem hallgattak az ő szavára, nekik nincsen hitük, ezért félnek. Mint ahogy a legtöbb ember aggódik az életéért nap, nap után, és ezért nincs ideje arra figyelni, amit a mindenható parancsolt neki, és azon az úton jár. Ha esetleg még mindig vannak kétek afelől, hogy kire vonatkozik a törvény, akkor nézzük meg Husa Józsui 8-as fejezetet, ahol is oltárt épített huának Ebá hegyét. Miképpen megparancsolta vala Mózes Mosé, a Huának szolgálja Izrael fiainak, amint megvan írva Mosé Mózes törvényének könyvében, oltárt kövekből melyeket vas nem érintett, és vivének arra egészen égő áldozatot, a Huának és áldozának hála áldozatokat, és felírá kövekre a Mózes törvényének mását, amelyet írt vala Izrael fiai elé. Úgyhogy ők elég komolyan vették a törvényeket, hiszen kőre felírta a másán. Azonban az érdekesség a 33-as versben következik. Az egész Izrael pedig, és az ő vénei, vezérei, bírái ott álltak vala két felől a láda mellett, a szövetség láda mellett, a lévit a papok előtt, akik a huának ládáját hordozták vala, úgy a jövevény, mint a benszülött, fele a karaszim hegye felé, fele pedig ebá felé, amint megparancsolta Mózes Mosé, huva szolgálja, hogy megáldaná az Izrael népét először. Aztán pedig felolvasta a törvénynek minden igéjét, az áldást és az átkot, mind úgy, amint megvan írva a törvény könyvében, ami a Friedláda a szövetség könyve. Nem volt egy azok közül, melyeket Mózes Mósé parancsolt vala, amelyet fel nem olvasott volna Józsué az Izraelnek egész gyülekezete előtt, még az asszonyok, gyermekek, jövevények előtt is, akik járnak vala közöttük. Úgyhogy nem is tudom, hogy kell-e ennél meggyőzőbb vers arra, hogy a törvény mindenkire vonatkozik, aki a szövetség részese akar lenni. Aki nem, annak teljesen mindegy amúgy is. Józsué, a 23-as fejezet, újra figyelmeztet, legyetek azért igen erősek, hogy megtartsátok és megcselekedjétek mindazt, ami megvan írva a Mósé Mózes törvényének könyvében, hogy el ne távozzatok attól se jobb kézre, se bal kézre. Egy újabb figyelmeztetés, hogy össze ne elegyedjetek ezekkel a népekkel, azokkal, melyek fennmaradtak közöttetek, hatalmasságaiknak nevét ki se ejtsétek, azokra ne esküdjetek, se ne, se ne szolgáljatok nékik, se előttök meg ne hajoljatok. Sajnálattal kell azt közölnöm, hogy ezek az hatalmasságok úgymond Istenek nevei, például az Úr, vagy az Isten, vagy a Jézus. Érdekes módon ugyanerre figyelmeztet, legalábbis úgy tűnik az elegyedés ellen, Saó Pál jelközi, második levelének hatos fejezetében a 14-es versben ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak, mi közössége világosságnak a sötétséggel, és mi egyessége, ha másiáknak béliállal, vagy mi köze hívőnek hitetlenhez, vagy annak, aki nem akarja csinálni a parancsolatokat, a torát követni, aki azt hirdeti, hogy nem kell követni, és annak, aki próbál azt szerint él. Valószínűleg a válasz az, hogy semmi hiszen azt mondja, hogy ne legyetek hitetlenekkel fele más igában. És hogy mit jelent ez a hit, az rómaiakhoz tízes fejezetben írja a 17-es vers, azért a hit hallásból van, hallás pedig Elohim igéje által. Az az ige, amiről itt beszél a törvénynek a könyve. Ez az ige. A Zsoltárok, törvénykönyv, proféták, hiszen mikor erről beszél Pál, Saul, akkor nem létezett az úgynevezett új testamentum, a brit hadassá. Úgyhogy nem beszélhetett arról. Tehát erre kellett, hogy utaljon. Ez az az ige, amit tanulmányoztak nap mint nap, hogy megértsék azt, hogy mi az, amit a Teremtő akar, az pedig nem változott soha. Javaslom, hogy mindenki olvassa át 24-es fejezetet, én nem fogom elolvasni az egészet, mert ez nagyon hosszú lenne, de a lényeg az, hogy amíg mielőtt elbocsátja a törzseket mindenki a saját helyére, újra megerősíti velük a szövetséget Jehua, Jehusa Józsefén keresztül. Ugyanúgy, ahogy megerősítette Jehua, Jehusa Hamásiákon keresztül, akinek ugyanaz a neve, Héberül, mint amit mi Józsuénak hívunk. Ugyanúgy, ahogy megerősítette a szövetséget rajta keresztül az úgynevezett új szövetségben, mint ahogy itt megerősíti rajta keresztül a néppel. Előtte felsorolja, hogy mi az, amiket tett neki, tett értük azért, hogy idáig eljussanak, és mi be fogunk kapcsolódni a 14-es verstől. 14-es verstől, azért hát féljétek huát és szolgáljatok néki tökéletességgel és hűséggel. És dobjátok el, hányjátok el hatalmasságaitokat, az isteneiteket, akiknek szolgáltok a ti atyáitok túl a folyóvizen és Egyiptomban, szolgáljatok huának. Hogyha pedig rossznak látjátok azt, hogy szolgáljatok huának, választhatok magatoknak még ma, akit szolgáljatok, akár azokat a hatalmasságokat, isteneket, akiknek a ti atyáitok szolgáltak, és itt szeretném hozzátenni azt, hogy nem megbántani szeretnék senkit, azonban a buddhizmus, az iszlám, kereszténység, katolikus vallás, mind azok a vallások, amelyek nem teremtő szavára és az ő parancsolatainak betartására épülnek, azok ebbe a kategóriába esnek, ez majd ki fog derülni azonban a szolgálatok négy tökéletességgel és hűséggel, az már figyelmeztető jel kellene, hogy legyen. Amíg túlvalának a folyóvízen, akár az amoreusok hatalmasságait, akiknek földjén lakosztok, én azonban és az én a Huának szolgálok. Tehát ő oldalt választott. A nép felele és mondta, távol legyen tőlünk, mint ahogy a legtöbben ma is, hogy elhagyjuk a Huát szolgálván idegen hatalmasságra. Hogyan szolgál az ember idegen isteneknek úgy, hogy az ő utasításait követi? Azt, hogy nincsenek parancsolatok. Azt az utasítás, hogy mindent lehet, csak szeretni kell, hinni kell, és majd jó lesz. És így válaszol a nép, sőt inkább a hua, a mi hatalmasságunk az, aki felhozott minket és atyáinkat Egyiptom földéből, a szolgákházából, és aki ezeket a nagy jeleket tette a mi szemeink előtt, és megtartott minket minden útunkban, amelyen jártunk, és minden a népek között, amelyek között által jöttünk, ugye elfogadják azt, hogy ők az úton fognak járni, és kiűzött Jahua minden népet, emoreust is, e földnek lakóját a mi orcánk elől. Mi is szolgálunk Jahuának, mert ő a mi Elohimünk, ő a mi hatalmasság. Tehát a nép ismertette Józsuéj, a szövetséget ugyanúgy, ahogy eddig mindvégig, mindig mindenki elmondta, hogy mik a követelmények, hogy mik azok a feltételek, amikkel a szövetségbe lehet tartozni, ugyanúgy, ahogy a megváltó. A nép pedig azt mondta, hogy rendben ők is őt szolgálják, ismerik a feltételeket és elfogadják. József a húsa pedig mondta a népnek nem szolgálhatok ja mert szent Elohim ő féltőn szerető Elohim, nem bocsátja meg a ti és bűneiteket. Tehát elmagyarázza nekik azt még egyszer, hogy ez felelőssége jár, és bizonyos követelmények tartoznak ehhez a szövetséghez. Hogyha elhagyjátok Jehova, és szolgáltok idegen hatalmaságokat, Istenek, akkor elfordul, és rosszal illet benneteket, és megemészti minek utána jól cselekedett veletek. A nép ismét mondja nem, mert mi Jehuának szolgálunk. Ugyanúgy, ahogy Mózes másodjára is megerősítette, és utána a, megkötötte a szövetséget a vér által, ugyanúgy megerősíti itt is Józsué, és elfogadják megint Józsué Jehusa pedig mondani, hogy bizonyságok vagytok magatok ellen, hogy ti választottátok magatoknak huát, hogy néki szolgáljatok, és mondának bizonyságok. Úgyhogy mindenki, aki akkor elfogadta, saját akaratából fogadta el úgy, hogy tudta, hogy mik a feltételek. Az ember, idézőjelbe téve, megszabja a körülményeket, jahua, a házastárs, a nő pedig elvállalja, ami ugyan nép, a szövetségeket, ha akarja, és szövetségre lép a kettő. Ezért hívják Fried a szövetség Ennek a képe a házasság. Ahogyan a teremtő szava, és húsa, illetve ezáltal a teremtő házasságot köt a népével. Ez történik. Megmondja a szabályokat, az átgondolja a nép, és elfogadja, ha akarja. Azonban itt, itt megerősíti azt, hogy bizonyságok vagytok magatok ellen, hiszen ti választottátok magatok. Nem kényszerítette bele őket a teremtő, hogy ezt elfogadják. Senkit nem kényszerít bele. Elmondja a feltételeket, aki akarja, követi. Aki nem követi, vagy nem akarja, az nincs benne. Most ezért hányjátok el az idegen hatalmasságokat, akik köztetek vannak, Hajtsátok szíveteket a Huához, Izrael hatalmasságához. És? mondta a nép Józsuének, Jahuának a mi hatalmaságunknak szolgálunk, és az ő szavára hallgatunk. Tehát elfogadták a szövetséget, tudván a következményeket és tudván a feltételrendszer. Szerzezzét Józsué Jehus a szövetséget a néppel e napon, és ada elejébe rendelést és végzés sikerben. Tehát a szövetségnek feltételei voltak, és ismertette őket, Ezután kötött szövetségét, és beírá József Jahus e dolgokat Elohim törvényének könyvébe, és vőn egy nagy követ, és oda helyezteti azt a cserfa alá, amely vala a Yahua szent házában. És mondja Jahusa József az egész népnek, ímé ez a kő lesz ellenünk bizonyságú, mert ez hallotta Jahuának minden beszédét, amelyet szólott valanékünk, és lesz ellenetek bizonságú, hogy ne hazudjatok a ti hatalmasságotok ellen. És ezután bocsátál Józsuia népet, kit kit a maga örökségébe, miután megkötötte velük a szerződést a, az úgymond ígéret földjén is. Úgyhogy mindenki úgy lépett be, hogy tisztában volt azzal, hogy mik a feltételek és a, a körülmények nem is egyszer elmondta nekik, és mindenki önszántából lépett be ebbe a szövetségbe. Ugyanúgy, ahogy akkor volt egy oltár, ugyanúgy itt is volt egy oltár, és az bizonyság, illetve az emberek, hogy ők elfogadták ezt a szövetséget. Második királyok 22-es fejezetben, a 8-as versben megtalálják a mindenható könyvét, ezt a könyvet, amiről eddig beszéltünk, és mond a a főpap Sáfának, az íródák megtaláltam a törvénykönyvet a házában, és Hilkia odaadta a könyvet Sáfánnak, hogy olvassa el azt. Az, hogy ez mikor is történt, az az első fejezet, első versből kiderül. 8 esztendős volt Jósiás, mikor uralkodni kezdett, és 31 esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Az ő anyjának neve Jedida, és Oskádból való Adaja leánya. Kedves dolgot cselekedik ki a hova előtt, és járt az ő atyának Dávidnak minden utaiban, és nem télte sem jobbra, sem balra. És ugye megtalálták a törvénykönyvet. Ekkor megtalálta ugye Hilkia odalt a sáfának, mikor a király meghallotta, megszaggatta az ő ruhái 11 vers. és megparancsolta a király Hilkia papnak, Ahikámnak, a sáfán fiának, Akkornak, Mikája fiának, Sáfánnak, az íródáknak és a sájának... A király mondván, menjetek el, kérdezzétek meg, hogy a huát én érettem, és a népért, és egész Judáért, e könyvnek beszédei felől, amely megtaláltatott. Mert nagy, a haragja, mely felgerjedt ellenünk, mivel a mi atyáink nem engedelmeskedtek a könyv beszédeinek, hogy cselekedtek volna mindent úgy, amint megiratott nékünk. Tehát azt a szövetséget, amiről beszéltünk eddig, nem tartották meg, és ezt üzeni nekik Jehua. Mondjátok meg a férfiúnak, aki titeket hozzám küldött, ezt mondja Jehua. "Íme, én veszedelmet hozok e helyre, és a helyen lakozókra a könyv minden beszédei szerint, amelyet olvasott Juda Kuda királya. Ugyanúgy, ahogy megmondta, ahogy leírta, azt fogja tenni mert elhagytak engem, és idegen hatalmasságoknak áldoztak jó illata, hogy engem haragra indítsanak, az ő kezüknek minden csinálmányával úgy éltek, az az ő kezüknek minden csinálmánya az, hogy úgy cselekedtek, hogy haragra gerjesszék. Azért felgerjed az én haragom e hely ellen, és meg sem oltatik. Júda a Huda királyának pedig, aki elküldött titeket, hogy megkérdezzétek a Huát, ezt mondjátok. Azt mondja, hogy a Hua Izrael hatalmassága, mivel hogy a beszédekre, amelyeket hallottál, meglágyoltad a szíved, és magadat megaláztad a előtt, halván azokat, amiket e hely, és az ezen a helyen lakók ellen szólottam, hogy pusztulásá átokká lesznek, és megszaggattad a te ruháidat, sírtál előttem, ezért én is meghallgattalak. Ezt mondja Jahó. Tehát annak ellenére, hogy törvénytelenül él az ember, mint ahogy a legtöbbünk úgy élt, hiszen fogalmunk sem volt arról, hogy a mindenható parancsolatait meg kell tartanunk, ugyanúgy, ahogy mi megbánhatjuk a bűneinket és az életünket, és visszatérhetünk hozzá, ugyanezt mondja egy példaként ebben az esetben. Ugyanúgy megalázhatja magát az ember, és engedelmesen visszamehet hozzá, hiszen e, jobb belátása tél. Azért ímé, én téged a te atyáidhoz gyűjtelek, és a te sírodba békességgel visznek téged, és meg nem látják a te szemeid azt a nagy veszedelmet, amelyet én hozok-e helyre. És meg, megvitték a királynak a választ. Pontosan ez a lényege annak, mikor az ember eljut az igazságra, ez az, amit a mindenható akar, ez az, amit Lukács 15-ös fejezetben leír a tékozló fiúval kapcsolatban. Mondom néktek, 7-es hogy így módon öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogy nem 99 igaz, akinek nincs szüksége megtérésre. Tehát az az egy ember, aki megtér, és hajlandó újra követni a mindenható útját, beismerni azt, hogy bűnös, az sokkal nagyobb öröm, mint az a 99, aki már azon az úton jár. Erre egy példa, tovább fogjuk olvasni királyok, második király 23-as, ezt meg akartam mutatni a tékozó fiú esetét, illetve az, hogy mit is mondott a megváltója Hukanon János 5-ös fejezetben. Amikor meggyógyítja a húsa a megváltó az ágyhoz kötött embert, és az viszi az ágyát, és találkoznak a templomban, a meggyógyult pedig nem tudja valahogy ki az, ugye kérdezik a farizeusok, mert a husa félre vonult a sokaság lévén azon a helyen. Ezek után találkozik vele egy a husa a templomban, a meggyógyítottan, és mondanék, ímé mi meggyógyultál, akárcsak a király, azáltal, hogy megtalálta a törvényeket, és jó útra térhetett. Azonban mit mond neki a megváltó? Ne többé ne védkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Fizikálisan beteg volt, mert bűnben élt, de átvitt értelemben is beteg volt, hiszen bűnben élt. Ugyanaz a képlet, ami történt Jósiás esetében. Következő részben tovább fogjuk folytatni, és kutatjuk azt, hogy mit is tudunk kideríteni még a törvény, illetve a szövetség könyvéről. Addig is mindenkinek a legjobbakat, és halleluja! Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!